A csapat jelen pillanatban így néz ki, ahogy tudjátok. Ugye van a bolondos Inform Hansen, aki azért már mentett ki egy-két kulából csereként, jelen pillanatban nincsen a csapatban, mert még nem akarom feldönteni az egész csapatot egy darab Hansenért, mert nem tudom, hogy annyit hozna-e. Úgyhogy ja, a hegedűsnek nézel is ki, azt megmondom. Viszont tudok marimbázni versenyszerűen. Na jó, és ha gát marimbázást, az, közben át kell ugrálni a gátakat, úgy is megy. Csak mert nekem ment úgy a hegedűzés, eszetlenül. Na, de komolyra fordítva a szót, srácok. First things first, ugye láthatjátok, hogy az öreg smelykel nincs ott. Hol a smelykel? Na most én ugye megcsináltam tegnap az iq és pozit nem, tegnap, tegnap előtt, United, Liverpool és a United meccs között, megcsináltam az IQ tesztet, és nagyon-nagyon hatalmas szerencsére pozitív lett. Ha betölt a játék, persze, mert különben nem tölt be, akkor nem tudom megmutatni, de... Az öreg IQ tesztből sikerült Yashint pikkelni, szóval így Schmeichelből sajnos vagy nem sajnos fodder lesz. Vagy lett, egyébként még nem nyomtam el, nem mondom, egy kis kecsap jelleggel megmutatom, hogy mi történt megcsináltam tegnap előtt, ahogy kijött a Jéri Review pakkot, és egy kicsit én félreértelmeztem az egészet, ahogy nagyon-nagyon sokan félreértelmezték. Az nem rossz, hát szerintem igazából a játék végéig kapussal meg vagyok, tehát ez ennyi. Egy kicsit félreértelmeztem az SBC-t, mert úgy, oké, okay, hogy Base Icon, de valahogy nem tudok olvasni. Aztán olyan is van, hogy nem tudom értelmezni, amit olvastam, és így néző, hogy egyből három Base Icon, vagy uh, SBC-ben releaselt játékosok, én meg így. az, de na mindegy megcsináljuk, mert hát a Frankie Diong, mert ugye nagyon, aki azért követi a dolgokat, az tudja, hogy én nagyon-nagyon sajnálom, hogy nem csináltam meg a Frankie de Jong SBC-t, mert konkrétan az egész világ más lenne. Szerintem. Ezért megcsináltam a Jéri re -re -re Review-t, konkrétan tele voltam mindennel, tehát az előző Evo szoboszlai, meg mindent, pont minden belement, talán egy vagy két tradeből 85-öst kellett beledobnom az egészbe, a többi az megvolt volt -ből, ből És úgy voltam vele, hogy jó van, csináljuk meg, megnézzük, és akkor nem is tudom, a 86-os flashback Oscar dobta be, 87-es Base Ballakot, meg 92-es én meg így pislogtam, hogy mi van? Aztán összeraktam, hogy azt írták, hogy Base Icon, tehát vagy Base icon lehet kapni belőle, vagy a Yerin, vagy hát ugye az Ezebe, ami az előző Yerin review volt tulajdonképpen, hogy a, a campaign playerek SBC-be lettek kiadva, és hát mondom, jó, van akkor Yashin, de az, hogy Yashin az azt jelenti, hogy van egy 89-es melykelünk, ami belefér az Eusebio SBC-be, Továbbá, egy nagyon-nagyon fontos, fontos addíció, Hát a 30 koinos pakból sikerült egy véletlenszerű hatalmasat nyitni. Egyébként nem olyan nagyon-nagyon hatalmas, de az öreg Neymar csatlakozik hozzánk. Tudom, hogy csak ilyen 50k, vagy lehet, hogy már annyi sincs. De én nagyon-nagyon örültem neki, hogy 30 koinos pakból kidobta. Tehát én megláttam, hogy Brazil, mondom, hm, Neymar. Left wing, Neymar, Alhilal Neymar, és hát igen, aki tudja, az tudja, aki nem, az nem, de az is tudni fogja most, hogy nekem Neymar az egyik valahol kedvenc játékosom, elég ránézni a bátyjára, és ja, mert ott volna Garincsa is amúgy, egyébként lehetett volna Garincsa, de azt mondom, hogy Sinna jó vagyok, meg hát ugye Neymar, a bolondos Neymar, úgyhogy jelen pillanatban a csapat így néz ki, egyébként a cserék úgy néznek ki, hogyha itt amúgy vagy ebbe a formációba vagyok, a 4-4-2-be, vagy a 4-2-3-1-be, ahol Griezmann a kem, és igazából a többiek maradnak úgy, ahogy. Általában Hansen bejön Diáni helyett, Rodman átmegy, vagy hát átmegy a bal oldalra, Szoboszlai helyére, hogyha bejön cserébe, Neymar a kem csere, és Son pedig általában beszokott jönni Aubameyang helyett, és azt mondom, hogy egész, egész, sikeres a történet, egész sikeres a történet. Na jó van, ezeket gyorsan csatogtassuk ki. Mire hármat számolok. Kettő. Alex Ramiro, megy a csapatba. Fú, gyűlölöm az Alex Ramirot egyébként, nem erre, hanem ebben a játékban, mert ő volt az első kapusom. A, a leges-legelső kapusom ebben a játékban, és... A... Ú! tököm a neve, mondjátok már, tudom, az öreg koszovói... Rasica, azaz. Az lesz az, hát jó, ez eddig zseniális. Vagyis hát ezt mondanám, hogyha zseniális lenne, de nem. Ez kaka, de mindegy, is nem is ebből vár, várjuk a megváltást. Miretti, és akkor többit meg lehet... ...klattyantani. Easy. Van még, van még, lesz még. Jumbo Premium Gold Pack, ebben nincsen semmi fix rating. Panyol. Pont azt akartam mondani, hogy nem nagyon szoktam Alex ramiro nyitni. Tehát először kinyitottam, és azóta nem is rémlik, talán egy kétszer nyitottam három hónap alatt, de az elmúlt két-három napban ez a harmadik Alex Remirom. Jelen pillanatban, úgyhogy óriási, meg van egy eszetlen taremim is, nagyon ú, nem fog fölférni senki ezzel a transfer listára. Csináljátok meg a Marki Matchups, mert biztos, hogy annyi untradeable cucc van a, a, dolgotokban. Közben egy James Madison. Tudod, van annyi untradeable szajré a klubotokból, hogy meg tudjátok csinálni. Ha nem is azonnal, de itt szépen lassan, mert ami megéri, mert free pénz. Tehát én most konkrétan untradeable játékosokat tettem be a, a sztoriba, és hát kész is lett. És ez free 5 pak, és még hogyha a kokát meg pisát is nyitsz, egy 15-20k haszon simán jöhet belőle. Ja, mondjuk ezekből itt valószínűleg mind, mind lesz, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyi pénzem van a, a stream végére, de azért szerintem lesz, Hát, ha nem lennék transferban, nos, hát, igen. A transferban az egy aljas dolog. Na, van itt Tour Gold player pakkunk is, nézzük. Pertugál, Erem, Otávio, nem az Otávio, a Zsó Mário. Nice. Nice, nice, nice. Feltetik is 400 vittek el, A mondjuk az annyira nem szórakoztató. Az annyira nem szórakoztató. Amikor bolond 400k-t elvisznek. Prime Mix Players, akkor ebben 6 rare van. Ez meg ó tehát akkor ezt nyitjuk ki előbb. The fuck is that? Portugál left wing. PAULO FUTRÚ! Dik Paulo Futrú! Micsoda? Az igen, mibe megy a Pauló futró? Gyerekek. Nem, az nem lehet. Az nem lehet. Az egy fikció. Nem. Nem, 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 nem. Nem, nem lehet. Nem lehet 200k a bátya. Mit tud? Hát nem annyit, hogy bekerüljön hozzám a csapatba, ugyanakkor az öreg szoboszlainak a helyét nyilván nem fogja elfoglalni. Az kemény ki, ne találjátok, hogy nyitottunk egy 200 k lapot. Na, ö, emlékeztek, amikor azt mondtam, SBC-be megy, a kis fügykösöd az SBC-be. Emlékeztek, amikor azt mondtam, hogy megéri megcsinálni a márki matchups-t? Úgy egy olyan másfél perccel ezelőtt? Na ezért csináljátok meg a márki matchups-t. Paolo futru, Nem hiszem el, 188 ezer a csávú. Mit megy? Na jó van, hát akkor ezt az új, az új arcokért nyitottam. A régiekért megaladom, és akkor úgy 50-50-be vagyunk. Így. Nice. Vigyétek, ünnöjd. Tessék szíves elvinni innen. Hát, na jó van. És ebből meg már ugye nyilván nem jön semmi. Pertegél a portugál, CDM. Ruben -Neps. Jó. Oké. Okay. Ma már nyitottunk egy fasz jó, nagyon-nagyon jó portugált, úgyhogy igazából szerintem jók vagyunk. Paulo Futru gyerekek. Csak így ezzel a habiba. Csak így habiba, óvatosba. Új. De let's go. Ha. Nice, és vajon meg is vette? Nem, még nem vették meg a Paulo Futrut, nem baj. Ami késik, az nem múlik, azt mondják. Nézzük, panyol, pain, erem. Ó, oh, nem az, olyan, az a bár, az Oké, okay, tell me more. Please, tell me more. Meg egy kvara. Oké. Okay. Emögébe tudok állni. Emögébe tudok állni mindenféleképpen. Nyilván sikerült nyitni egy Ruben Nevszt. Oké. Okay. annyiban. Annyi... meg a Kolomuáni. Zseniális elképzelhetetlen. Megy bele a Founders SBC-be. Nice. Jó. Én erre abszolút teljes mértékben vagyok. El kell mondjam, hogy bár nem volt itt olyan nagyon-nagyon sok meccsen, jó azért 223 meccs, azért mondjuk jó rendtének van kapásból, ha jól emlékszem, kb. 800 meccse a csapatban, de ez nem kevés, mert nagyon-nagyon szépen köszönöm, mert amúgy top, hát amúgy szerintem a top-top keeper volt, akit használtam. Sajnos jött egy, já, hát sajnos vagy szerencsére jött egy Yashin, úgyhogy és meg kell nagyon-nagyon szépen köszönünk mindent, amit a klubért tettél. Ó. Jó van, szarni bele megoldjuk szó helyett is. Uh -huh. Óriási elképzelhetetlen. És akkor mindenek előtt a rer. ELECTRON Player Spock. Pillanatra nem is tudtam egyébként, mi ez a narancsárga flare egyébként. Még egy Madison. Még egy Madison, mert miért ne? Csak viccből is. Ez akkor ma komolyan ilyen Madisonos nap lesz. Szia Ádám, hello hello, pont jókor jöttél, nézzük a második 83 x 10 -et. mit tartalmaz a második 83 x megint a spanyol amúgy CB, ez még egy irénparádesz lesz, fix, fix, az hát kimás lenne. A negyedik Irénparádászom az elmúlt három napban szerintem. De lehet, hogy csak kettő egyébként. Hopp is, még egy inform, zseniális, elképzelhetetlen. Mondás bc nap. Egyébként azt akartam mondani, hogy holnap kvalizunk, holnap után tíz meccsvéll, meg vasárnap is tíz vél. A vasárnapi stream az biztos, hogy délelőtt lesz, úgyhogy mit nem tettem bele. Ja, oké, okay, a Billy Orván, amúgy van belőle körülbelül öt a transfer listám, de lehet, hogy keveset mondtam. Na és a mai utolsó 83x10, nézzük a legnagyobb addikcióm, Winter Wild Olasz. Olasz. Az a 89-es Berardi, nem? Örülünk?

A Walker Evo az nagyot mert azt meg tudom erősíteni innen. És Paulo Futrét eladtuk. Hát. Na srácok, akkor 14 darab 80 pluszos Rare Gold Player Pick. Mit tudunk kapni ebből itt? A Dudek zseniális, köszönöm szépen. Amilyen 83-84-eket ad. Premium. Premium elképzelhetetlen. Tessék, 85-ös Ona Batleki is lehet rakni a az informpikket. Ez mindenféleképpen egy jó kezdés. Az öreg ablak. Oké. Okay. Very good. Very good. M Még egy óna le. -e. Nem baj. Legalább lesz. Meg van. 82-es hatch. Aztán további playerek, mi van még itt? Eh, Divákovics. Jó, Livákovics, ami megvan, de nem baj, mert uh, ha úgyis a, megcsináljuk az inform player Pick-nek a másik részét, akkor úgy igazából jók vagyunk. Nacho Fernández. Zérgút, zérgút. Oké, okay, inform. Tudom, hogy 84, de inform. Tehát, hogy az inform az mindenek felett. Jó, ja, hogy akkor ma van kettő informunk, meg le van még egy lobotka óriási. nincs Pipo Inzaghi játékban, azóta nem is érdekel az Icon Pick. Bár úgy nincs Inzaghi a játékban. Én ezt nem is tudtam, mondjuk nem tűnt fel. Na nem mintha ilyen nagyon-nagyon forma bontó Icon lett volna. Már nem azt mondom, hogy való életben, mert a való életben uh, ...gótid. Csak hogy ebben a játékban az öreg Inzaghi sosem volt egy akkora játékos, hogy sőt, egyenesen azt mondom, hogy az, a, az egypálcás ikonok közé tartozott sajnos, ami ugye nem reflektálta úgy igazán a való életbeni teljesítményét. Még a kedvenc csapatom, én büszke Manchester United szurkoló vagyok már 2007 óta, hát voltak jobb ideink, ö, időink, időszakaink. Azt nem mondom, hogy voltak rosszabbak, mert ebben nem vagyok 100 biztos, hogy voltak. De, ja. Jó, akkor még a player picket össze... Már mondjuk, összerakunk. Oké. Okay. Oké. Okay. Szokott. És egyébként ezt lehet, hogy szar hallani meg minden, de ebben a játékban a, a hulit az nem, a, nem tartozik a, jobb, a legjobb ikonok közé. Ez amúgy szar szörnyű meg szomorú, de sajnos ez van. Trend. Pre-trend. Pre-trend, gyerekek. Izi. Nagyon-nagyon jó. Jó, most, ja. Oké, okay. trend. Trend, it is. Na, egy kinkeserves győzelmet légy szíves, gyorsan, hamar. Aztán hát, ha. Coach, sure Jó, 30-kem az. Az jó. Ez mindenféleképpen jó. Hő! Egyből Eusebio ellen. Van ennek a bátyának lelke. Let's go, mehet ki a kukispisásnak. pisásnak. Azt hitted mi? Amúgy arra megyek. Let's go. Ott is van. Azt mondod, jó csapat, hogy azt hittem tele, hogy konálkod lapokkal. Ja, de ez egy RTG, te show, tehát, hogy... Ö... Ja, meg ez, 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 nem a, ez nem a main csapat, faszzi. Ez az Ez a Winter Wildcarts kapos kapus csapat. Tehát ez a... Ez a futottak még. Type beat. Oké. Okay. Ukispisás Oké. Okay. Utolsó támadás. Persze, hogy elveszítem a labdát. Ajaj. Oh! Hmm. A szívem a lelkem. Brajtorok a kettő a Spurs, az mondjuk nekünk, jó? Mert akkor a Spurs utol tudjuk érni, ha úgy van. Jó, na, akkor ez meg is van, és akkor van egy 85-szer kettünk, meg egy 85-ös player pikkünk. Lehet tippelni, hogy lesznek. Na, ö, mi lesz a legmagasabb rating, amit itt látni fogunk? szerintem 87, viszont én egy 87-tel kiegyezem. 85 lesz a legmagasabb, igen? Azt mondod? 86? 86? Azt mondod, hogy 86 lesz a legnagyobb pick? Hát jó van, nézzük. Az egy 87-nek örülnék, annyival kevesebb kéne a Zeusébióhoz. Na most amúgy, amúgy oké, okay, Rodri. Ja. Oké. Okay. Jó, fú. Griezmann megéri vagy nem? A Griezmann nagyon, tehát nekem Griezmann az egyik, hanem a kedvenc játékosom ebben a... ...game cycle -ben. Most nyilván még, tehát a... Vannak nála jobbak, rosszabbak nyilván, mint a legtöbb játékosnál. De... Ne! Ki vagy? Jó az nagyon jó. És kire flippel. Oblak, az azért nem baj. Mert ugyan duplikét. De akkor viszont megcsináljuk Eusebiót.